Október 7-én indult több állomásos turnéra a Sepsiszentgyörgyi Háromszék táncegyüttes. Most Tiszta című néptáncszínházi előadásukat vitték el több városba is, és ezzel a különleges műsorral érkeztek Ceglédre a Kossuth Művelődési Központba is. Nem kell a néprajztudományban járatosnak lenni ahhoz, hogy a Tiszta melléknévből azonnal főnevekre asszociáljunk. Mindenek előtt nyilvánvalóan a forrás kínálkozik, adja magát, de faluhelyen a szoba sem ment még feledésbe, s a víznek vagy a táncnak ugyancsak közkedvelt jelzője. Ez a táncszínházi néptánc színházi előadása Tiszta melléknév meg annyi árnyalatát, virulens színeit szeretné megmutatni közönségének, így mutatja be műsorát a Háromszék tánc együttes. Az előadásban szerepet kap a mozdulat tisztasága, fegyelme, lehet az autentikus, múltba hajló vagy jelent jövőt idéző. Nem csupán a mit, a hogyan is fontos számukra tehát. Példát szeretnének mutatni a tánc terápiás tisztító erejéből, fogalmaznak az alkotók a Tiszta című, most tehát Cegléden is bemutatott előadásról.